Üdvözlöm kedves nézőinket! Az STA BTK Hög Filmklub már régóta hagyománynak számít az egyetemisták körében. Stúdiumban már itt van Kunos Gyula Patrik, az STA BTK Hög tanulmányi referense. Szia, üdvözöllek! Szia, üdvözlöm a kedves nézőket! Mióta létezik ez a filmklub? A filmklubot Juhász Tamás indította 2010-ben. Én 2018. szeptemberre óta korrigálom vezetem. Mi alapján választjátok ki a filmeket? Van valami stratégiátok? Valamikor, csak úgy eszembe jut egy tematika, hogy előző hónapban például ugye a függőség, mint ugye súlyos társadalmi probléma, ugye ilyen alkotásokat vetítettünk le a hallgatóknak, de például októberben 50 éves volt a Monty Python társulat, és az ő filmjeiket vetítettük a tiszteletükre. Ha jól tudom, a filmvetítés után szokott lenni ilyen kis beszélgetés? Uh, annyira nem. Nem? Mostanában nem? nem. Hát lehet, hogy régebben volt, de mostanában nem. Ugye, mivel tízkor zárják az épületet, így sajnos ilyenre már nem jut időnk. És ugye főleg emiatt. De természetesen is szoktam látni, hogy még a, a hallgatók még bent vannak a Audmaxnál, és még beszélgetnek a filmről, meg én egy csatlakozó, csak majd a portás jön, hogy zárná az épületet. <laughs> De utána, igen, hallgatók el szoktak menni valahol megbeszélni ezeket a dolgokat, amiket láttak. Igen, legközelebb melyik filmet fogjátok vetíteni? Lehet már tudni, vagy vannak tervek? Vannak most ilyen bérgyilkosok a tematikánk. Ugye a héten a Leona profi volt vetítve, jövő héten pedig a John Wick lesz. Ugye ez egy eléggé népszerű film, és remélhetőleg majd a hallgatók is jónak fogják találni. De természetesen nem csak bölcsészek számára ö, látogatható a rendezvény, mindenkit várunk sok szeretettel. Ö, melyik filmre mentek el a legtöbben? Melyik volt, ami, ami nagyon így bevonzotta a hallgatókat, a nézőket? A gyaloggalop volt, meg a Brian élete, ott olyan 120-130-as részvétellel ment le a vetítés, arra nagyon büszke vagyok. Mi a célotok ezzel a filmklubbal? Így össze hozni az embereket? Vagy magasztok? Igen, igen, tehát hogy ez is egy program lehetőség a hallgatók számára, meg a hál' Istennek az auditorium maximumban szinte mozi minőségű technika van, hangrendszer, stb. így egy esetleg olyan filmeket is meg tudnak nézni a hallgatók, amit annak idején nem igazán tudtak volna moziba. Neked melyik volt a kedvenc filmed, vagy melyiket nézted így legszívesebben a filmklubban? Legszívesebben? Ö, hát ugyanúgy, mint a, a hallgatók nagyon szerették, ugye a Brian életét, meg a gyalogalopot, de ugye amit ö, múl, majd héten vetítettem le a profi is, egy nagyon nagy kedvencem. Rendben. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtál hozzánk. Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget.